Üdvözlöm Önöket a Deep Stage-ben, én Hacker Andrea vagyok, és ez a nap híre szerda reggel. Mindenkinek nagyon köszönjük, aki támogat bennünket. Köszönöm a kommenteket is. Nagyon érdekes, hogy milyen erős vitát váltott ki az utóbbi egy hét, úgy a témákkal és az eseményekkel együtt. Igazából nagyon fontos ezekről a kérdésekről beszélni, de közben azért zajlik az élet a világpolitikának a színpadán, egyéb helyeken is. És hát van egy nagyon érdekes téma jelen pillanatban az Egyesült Államokban, amiről szerintem érdemes jobban, mélyebben értekezni, ugyanis ez meghatározza jelen pillanatban azt, hogy az amerikai kongresszus képes-e döntést hozni, vagy mit lehet egyébként, mit tud tenni. Másrésztről pedig egy nagyon érdekes hatalmi játszma körvonalazódik a háttérben, ugye jövő év végén, novemberben újra elnökválasztás lesz az Egyesült Államokban, és aki követi az eseményeket, azért látja, hogy nagyjából mindenki arra számít, hogy talán Trump és Joe Biden között fog eldőlni ez az egész helyzet. Ugye Joe Biden nem engedheti ki a kezéből az elnökséget, mert olyan hihetetlen korrupciós ügyek vannak a fia és az öccse ellen, meg hát lényegében ő ellene is, hogy nem engedheti meg, hogy mondjuk a republikánusok nyerjenek, vagy valaki más, mondjuk egy olyan demokrata, akinek már gyomor problémái vannak attól, hogy nézze, hogy milyen hihetetlenül undorító módon korrupt az elnök, mind a mellett, hogy egy szenilis öreg bácsi, aki már talán a saját nevét sem tudja rendesen kimondani. Szóval az egész helyzet nagyon úgy tűnik, hogy Biden felé fogja vinni a jelöltséget, és ugye ugyanazt fogják csinálni, mint amit előzőleg csináltak 4 évvel ezelőtt, hogy nem engedik majd nyilvánosan szerepelni, nem lesznek viták, nem lesz kampány, hanem egyszerűen azt fogják kihasználni, hogy a demokraták azok ugyan nem tartják alkalmasnak Biden, tehát akármelyik exit pollt megnézzük, vagy bármilyen felmérés van, akárki csinálja, akár a CNN csinálja, akárki más, minden azt hozza ki, hogy nem alkalmas Biden. Az emberek, a polgárok nem tartják alkalmasnak az elnökségre, és nem is jó elnök, tehát azért, ha megnézzük, hogy mi történt az alatt, az idő alatt, amióta a hivatalban van, egyértelműen el lehet mondani, hogy az egyik legrosszabb amerikai elnök a történelem során. Tehát Afganisztán az egyáltalán nem volt egy sikertörténet, akkor ugye az sem, ahogyan Ukrajnát kezelik jelen pillanatban. És hát itt is el lehet mondani, ezt is százszor elmondtuk, hogy valószínűleg a privát befektetéseit védelmezi ebben a témában. Tehát az, hogy az egész világ jelenleg fel van bojdulva, mind azért az egy okért, hogy az anyagi befektetéseit egy sor üzletember, amerikai üzletember ne veszítse el, vagy ne tudják megszerezni, úgymond az oroszok. Most megint direkt nagyon kisarkítom ezt. Tehát emiatt lángol egész Kelet-Európa jelen pillanatban. Szóval ez sem nevezhető egy sikertörténetnek, és ráadásul ugye kialakítottak egy olyan helyzetet, amit nem lehet tartani, mert ugye Ukrajna képtelen létezni a külső segítség nélkül. Egyrészt a korrupció miatt, másrészt meg azért, mert hogy semmiféle bevétele nincsen azon kívül, vagy minimális, amit a külföldi országoktól kap, és hogyha elfogy a pénz, már pedig most nagyon úgy tűnik, hogy elfogyott a pénz, akkor ha nem jön semmilyen bevétel, akkor csődbe fog menni, össze fog omlani az egész, és akkor lehet, hogy majd az oroszok megmentőként bevonulnak, és újra szervezik az egész államot, és akkor onnantól kezdve ez a kudarc, ez még jobban nyilvánvaló lesz, és hát természetes, hogy ezt nem engedheti meg Nyugat-Európa, vagy az Egyesült Államok, hogy ez legyen a vége. De hát nagyon-nagyon-nagyon valószínű, hogy ez lesz, mert nem lehet a végletekig finanszírozni egy ilyen háborút, ráadásul erről is iszonyatosan sok elemzés van, hogy nem lehet egy atomhatalommal szemben egy ilyen háborút megnyerni, mert az atombombának a ledobása az ugyan megoldja a konfliktust, de megoldja hosszú időre az európai népesség kérdését is sajnos, és ezt nem lehet megengedni, ez senkinek nem a célja, vagy hát nagyon reméljük, hogy ezért a Deep State sem megy el már egy ilyen irányba. De térjünk vissza Amerikához. Ugye most van egy nagyon érdekes helyzet a kongresszusban, a képviselőházban jobban mondva, ahol 8 republikánus képviselő lényegében a demokrata oldallal karöltve
elmozdította a hivatalából a házelnököt. És ez egy azért nagyon érdekes téma, mert 1798-ban jött létre ez a pozíció, az a házelnöki pozíció, és innentől számítva még soha nem fordult elő, hogy nem volt házelnök az amerikai képviselőházban. Ugye ez lényegében a többségnek a vezetője, úgy hívják ezt, hogy Speaker of the House, és ugye van egy helyettese, aki a második számú vezető, aki a már tehát vannak ilyen mindenféle, van a gavel, ami a bírói kalapács, meg van a whip, az meg az ostor. Tehát ilyen nevekkel van elnevezve a két vezető pozíció az Egyesült Államoknak a képviselőházában, és ugye most jelen pillanatban egy ilyen átmeneti helyzet van, mert nincsen hivatalosan megválasztott házelnök, hanem van egy Patrick McHenry nevű személy, aki átmenetileg betölti ezt a pozíciót, hogy ezért mégse legyen teljesen béna minden, de mivel nincsen precedens, ezért nem lehet tudni, hogy mi az, amit el tud fogadni ebben az állapotban a képviselőház. Tehát például csúszik egy csomó olyan szavazás, ami egyébként nagyon-nagyon fontos lenne, tehát akár a költségvetésről, hogyha beszélünk, ami ugye szerintem McCarthy-nak az elmozdítását direktben kiváltotta, vagy legalábbis az az egyik oka, ami miatt ilyen nagy lelkesedéssel a republikánusok lényegében elmozdították a vezetőjüket a kongresszusban. Tehát az egyik ez a költségvetési szavazás, a másik például Izraelnek nyújtandó támogatásoknak a kérdése, meg hogy hogyan kezelje az Egyesült Államok ezt az egész szituációt, tehát nem tud döntést hozni, nem tud törvényeket, rendeleteket hozni a képviselőház azért, mert nincsen vezetője, mármint a republikánus többségnek. Ugye a demokratáknak a kisebbségi vezetője, tehát az ő úgymond frakcióvezetőjük, a minority leader, az megvan, de alapvetően, mivel egy minimális többséggel a republikánusok viszik a házat, ezért most ez nem érdekes, vagy nincsen ennek akkora jelentősége. Ugye, ha megnézzük, hogy ki ez az ember, aki megpróbálta, meg akinek sikerült is elmozdítani Kevin McCarthy-t, ez a Matt Gaetz, egyébként egy 41 éves, nagyon fiatal, nagyon ambíciózus politikus, nagyon szimpatikus, mert ugye eléggé dinamikus, lendületes, nagyon karakánul kifejezi magát, nagyon abszolút, nagyon nagyon egyenesen, direktben fogalmazza meg a problémákat, és ez alapvetően szimpatikus lehet egy csomó választónak, meg mellette ugye azért megvannak az egyéb dolgai is, tehát hogyha megnézzük egy kicsit a pályafutását, ugye ő is ilyen több generációs politikus családból származik, másik oldalon azért vannak neki nagyon ellentmondásos ügyei, tehát például az, hogy próbálja legalizálni a kannabiszt, meg a kannabisznak a termesztését, az már egy ilyen régi történet, tehát talán az első vagy a második kongresszusi képviselői mandátuma alatt kezdte el ezeket a törvényjavaslatokat benyújtani. Aztán ugye volt neki egy ügye, még mindig tart egyébként a nyomozás ebben, meggyanúsították azzal, hogy fiatalkorú sérelmére elkövetett szexuális visszaélést követett el, ami ugye alapvetően első körben nem találta bűnösnek, legalábbis a nyomozásban nem találtak, vagy nem tudjuk, hogy mit találtak, mert ugye nem történt vádemelés, de még mindig nincsen lezárva az ügy, tehát ebben még lehetnek nagy meglepetések. Szóval látszik, hogy ezért nem egy makulátlan erkölcsi állapotú valakiről beszélünk. De a másik oldalon viszont ugye el kell mondani, hogy az egyik legharcosabb támogatója Donald Trumpnak, és nagyon valószínű, hogy ez az egész téma a ház elnökkel is inkább arra megy ki, hogy Trump újraválasztásához megalapozza a bázist, és hát ugye most két embert jelöltek, vagy hát két ember jött szóba ezzel a házelnöki poszttal kapcsolatban. Ugye mindenki azt gondolta, hogy Gaetz magának szeretné ezt a pozíciót, de úgy tűnik, hogy alapvetően még mindig a háttérből kívánja mozgatni a szálakat. És ugye Jim Jordant javasolta, aki az igazságügyi bizottságnak volt hosszú ideig az elnöke, és ugye Jim Jordan egy középiskolai edző volt korábban, tehát volt ilyen is a pályafutásában, és azért ő vele kapcsolatban is voltak etikai problémák, de alapvetően őt ennek a bizottságnak az éléről ismerhetjük, és Jordan is az egyik legharcosabb támogatója Donald Trumpnak. Ugye amikor volt a Michael Cohen
ügy, amiben, tehát ugye Michael Cohen Trumpnak volt az egyik tanácsadója, ügyvédje, segédje, és ugye ő volt az, akivel, aki ellen sikerült vádat emelni, és akivel vádalkut is tudtak kötni, tehát egy csomó információt átadott az FBI-nak. Ugye a republikánusok berontottak egy ilyen meghallgatásra, az zárt ajtós meghallgatásra ebben az ügyben, és ugye a Gates az folyamatosan az egész folyamat alatt, tehát a Cohen ügy alatt is, meg az impeachmentek alatt is, amik mentek Trump ellen, folyamatosan próbált a jogorvoslati lehetőségeket találni, meg ugye nagyon harcosan védelmezte Trumpot, meg próbált a visszaélésekre fényt deríteni, tehát nagyon egyértelműen látszik, hogy nagyon közel áll Donald Trumphoz. És ugye Jim Jordan volt az a jelölt a házelnöki posztra, akit Trump személyesen is javasolt, tehát úgy tűnik, hogy ez az egész társaság most arra tette fel a lapjait, hogy Trumpot újra indítani kell, és újra meg kell választani. Na most ahhoz, hogy ez meglehessen, ahhoz Jim Jordannek meg kellene szereznie 217 republikánus szavazatot, ugye négyet veszíthet el maximum. Tehát négyen szavazhatnak ellene, az összes többinek mellette kell szavazni, viszont nem ő volt az első jelöltje a republikánusoknak, hanem Steve Scalise, aki jelenleg a második számú republikánus vezető az alsóházban, vagy hát a kongresszusban. Az ő jelöltségét fogadta el először a republikánus frakció, viszont másnap, ahogy megtörtént a szavazás, ugye hétfőn volt a szavazás, kedden azonnal visszalépett, azért, mert valószínűleg elmondták neki, hogy ővele szemben is ugyanaz lesz az eljárás, mint McCarthy-val, tehát hiába lehet, hogy 15 körös szavazáson valahogy beszavazzák majd ebbe a pozícióba, de azonnal megpróbálják kijátszani a demokraták segítségével. És ugye rögtön visszalépett, tehát el, és ráadásul annyit mondott arra, amikor kérdezték, hogy miért lép vissza, hogy ugye másoknak is vannak ütőkártyái ebben a játszmában, tehát egyértelmű, hogy valamit mondtak neki, amiből világos lett a számára, hogy ő neki nincsen esélye, vagy legalábbis, ha megválasztják is, hiába őt akarják, a republikánusok nem fog sokáig ebben a pozícióban maradni. Szóval nagyon-nagyon érdekes ez a játszma a háttérben, és ugye, hogyha megnézzük, hogy Trump nagyon jó a demokratáknak, mert akármennyire is azt mondja minden demokrata, hogy Joe Biden teljesen alkalmatlan, hogyha Trump neve kerül szóba, akkor a Ben Shapiro úgy fogalmazott, hogy a demokraták azok akár üvegtörmeléken kúszva is elmennek Trump ellen szavazni, már a demokrata szavazók úgy értette. Tehát Trump nagyon jó a demokratáknak, mert Trumppal szemben még a szenilis öreg korrupt Joe Biden is megnyerheti a választásokat, hogyha a demokratákat sikerül mozgósítani, már a demokrata szavazókat. Tehát ez az első körben nagyon úgy tűnik, hogy lehet, hogy Gates jó szándékból, tegyük fel, a saját támogatottját próbálja újra helyzetbe hozni, hogy megint Donald Trump legyen az elnök, ahol ő egy bizalmas lehet, és aztán utána lehet majd valószínűleg magasabb pozíciókat is a neve mellé beírni a Wikipédián, de ezzel közvetve valószínűleg az segíti elő, hogy nem Donald Trump lesz az amerikai elnök, hanem Joe Biden be fog húzni egy második ciklust is, ami szerintem akár egy harmadik világháborút is kiválthat, mert ha ez tovább folytatja, amit most csinál, akkor ennek semmiféle jó vége nem lesz. Szóval érdemes lesz a továbbiakban is figyelni majd, hogy hova fajul ez a vita, és hogy a végén majd a keddi szavazáson mi lesz a kimenetele ennek az egész ügynek. Én nagyon köszönöm, hogy meghallgattak, legyen nagyon-nagyon szép napjuk, és pénteken újra jövök majd a naphírével, addig is minden jót a viszonthallásra.